Az ünnepi műsorban közreműködtek egy mesével a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuten utcai óvodásai, Tárogatón Plusz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője és tanítványa Sebők Lajos. Ha egy kis bimbó mindent megkap, ami a növekedéshez szükséges, virággá fejlődik, elegendő szeretetet, támogatást, táplálék és oktatás mellett a mi gyerekeink is virágozni fognak. Kezdte beszédét Szepesi Tibor polgármester, majd így folytatta. Az itt épülő új bölcsöde sokkal többet jelent egy egyszerű ténynél. Nem kevesebbet, mint a jövőt és a jövőbe vetett hitet. Ha magunk előtt látjuk a régi épületet, majd végignézve ezen a most parlak területen, és a mögöttem is látható látványtervekre támaszkodva szemeink előtt megjelenik a leendő bölcsöde, akkor megállapíthatjuk, hogy a múltból a jövőbe vezető út egy fontos állomásához érkeztünk ebben a percben. Hiszen egy ilyen beruházás nem szól és nem is szólhat másról, mint a jövőről. Az eljövendő nemzedékek biztonságáról. Mert ahogy mondani szokták, aki bölcsödét épít, az bizony bízik a jövőben, bízik a településében. Karcagváros önkormányzata tehát bízik abban, hogy a fiatalok megtalálják településünkön a boldogulásukat, mert hiszünk a közösségben, hiszünk gyökereinkben, amelyet szeretnénk továbbadni gyermekeink számára is. Kérem, engedjék meg néhány fontos tájékoztató adatot felsoroljak a most kezdődő beruházással kapcsolatban. A fejlesztés a magyar kormány támogatásával, a pénzügyminisztériumi pályázat forrásának segítségével, a bölcsödefejlesztési program pályázat keretén belül benyújtott projekt 672 millió forintos, 95%-os visszanemtérítendő támogatásból valósul meg, melyhez Karcagváros önkormányzata 35 millió forint önerőt biztosít. A beruházás generál kivitelezője az Áforbau Kft., műszaki ellenőre és tervezője az Archilag Mérnöki Szolgáltató Kft. Akkreditált közbeszerzési szakértője a Der Stender Kft. Szerződés kötés és munkaterület átadás a mostani alapkőletétel után még ebben a hónapban megtörténik, így a szerződés szerinti befejezési határidő a területátadást követő 8. hónap végén, vagyis várhatóan 2024. márciusában fog megtörténni. Így a következő 2024-25-ös bölcsödei nevelési évet már az itteni új bölcsödében kezdhetik a gyermekek, melynek során új négycsoportos bölcsöde építése valósul meg. Nagy megtiszteltetés, hogy én is itt lehetek ezen a mai napon. Ezen az alapkőletételen kezdte beszédét Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Három fő célt valósítunk meg kormányzati szempontból. Az első és a legfontosabb, hogy minden vágyott gyermek meg tudjon születni. A másik, hogy a családok anyagi biztonságban élhessenek. És a harmadik pedig, hogy minden család megtalálhassa a minőségi kapcsolatot a munka és a magánélet között. És ennek nagyon fontos pillére, hogy minél több bölcsödei férőhely álljon rendelkezésre. Úgyhogy az elmúlt években a bölcsödefejlesztés hatalmas mértékeket öltött. Több mint háromszor annyi településen már 90%-kal nőtt meg 2010-hez képest a bölcsödei férőhelyek száma. Azon dolgozunk, hogy ezen a férőhelyek továbbra is nőhessenek, és minél több család biztonságban tudhassa a gyermekét, miközben ő a munkahelyén dolgozik. Hálás vagyok, hogy megadatott ez a lehetőség a városnak, hogy egy teljesen új bölcsödében, ahogy el is hangzott képviselő úr is mondta, a felújított bölcsödék is nagyon klassz és remek helyet biztosítanak a gyermekeknek, de egy új bölcsöde, ez már tényleg a 21. század standardjeinek és kihívásainak felel meg, tehát ez tényleg olyan, hogy ez több évtizeden, akár évszázadon keresztül is tudja majd a gyerekek igényeit kielégíteni. Nap mint nap én is biztonságban tudhatom a gyermekeimet, és a tervek alapján ez tényleg egy modern bölcsöde, minden kiszolgáló helységgel, egy olyan játszó udvarral, amelyben van betonos rész, amelyen árnyékban is lehetnek a gyermekek, de megmarad a zöld felület, tehát minden szempontból azt gondolom, hogy egy remek hely lesz a gyermekeknek. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint ma leteszünk egy új bölcsődei alapkövet, egy stabil alapra. Büszkén mondhatjuk azt, hogy Karcag városa egy stabil alap. Évszázadok óta magukról gondoskodni tudó emberek,
szorgalmával, kitartásával épült ez a város. Tehát az alap stabil, amire lehet építkezni a múltban, és lehet építkezni a jövőben is. És letesszük ezt az alapkövet, amely sokat mutat a város jövőjéről. Hiszen aki bölcsödét épít, az a jövőre gondol. Hiszen van egy kínai mondás, hogyha csak rövid távon gondolkozol, ültessél rist. Ha kicsit hosszabb távon gondolkozol, akkor ültessél fát. De ha a jövőben gondolkozol, a jövőnek tevékenykedsz, akkor foglalkozz a gyermekek az ifjúság oktatásával. És Karcag városa és a magyar kormány is hosszú távra gondolkozik. Hosszú távra gondolkozik, mert a gyermekek oktatása és a jóléte az első számú cél. És tudjuk azt, szülők, családban élők, nagyszülők, hogy milyen fontos egy bölcsöde, egy óvoda, egy iskola. Tudjuk azt, hogy a család legnagyobb kincse és értéke a gyermek. És nem mindegy, hogy ezt a gyermeket hova visszük, kire bízzuk, milyen környezetet tudunk számukra biztosítani. Hornung Ágnes államtitkár, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Huba Imre a Jászhegy-Kun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke, Szepesi Tibor polgármester és Gerencsér Vilmos projektigazgató helyezte el az alapkövet, ahol a kapszulába előtte a következő dokumentumok kerültek. A lendő 4 csoportos bölcsőde terv dokumentációja, napjainkban használatban lévő fém, pénz, érmék, bölcsődés gyermekek rajzai, illetve a karcagi hírmondó múlt heti száma és Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész Karcagváros címerével ellátott emlékplakettje, valamint a beszédek.